Üdvözlet mindenkinek, ez itt a Game Review. Ahogy beígértük, már elég régóta, még az előzetesbe is látszott, a zombi, az utolsó másodpercben, ugye, amikor a HD gameplayt, akkor ugye az utolsó másodpercben látszott egy zombi jelenet, na most ezt végül fogjuk, természetesen meg is mutatjuk. Először is. Jó. Jó. Na ugye, ez az nagyon egyszerű a játékmód. Jönnek a zombik, ölnem kell. Túlélni soha nem tudom. Tehát végtelen a játék. Ugye itt vannak a fegyverek, jobb oldalt pedig a pénz. Ugye az elején még nem érdemes... Hoppá. Tehát az elején még nem érdemes egyáltalán lőni. Ez a golyópazarlás, az elején abszolút egy késelésből halnak a zombik. Ez pedig ahhoz az eredményhez vezet, hogy több pénzem is lesz. Most ugye két gránáttal kezdtünk, meg egy kis pisztollyal. Egyébként ez a Black Ops-ban van, és a Keynoder Totten. Na most, ha ezt megnyomom, ugye mind a hármat, akkor utána elindul a zene. Ez az, az volt ott az egyik hely, ahol található. A másik. Na, ugye egy ölés, és vége is a körnek. Ugye ez volt az első level ott, ugye szabadság lenne, de természetesen oda nem mászok ilyet, meg miért akarnak ilyen szabad lenni. Érdemes minél gyorsabban egyébként először is erre, jobb fölre. Ez itt a Mule Kick, ez itt az egyik perk, az az új perk, a izékkel jár, DLC-kel. Érdemes minél gyorsabban átmenni ezen az ajtón is, mert ott a stakeout, ami egyébként egy shotgun, és azt tudja a leggyorsabban ölni a zombikat, illetve a körbefutásnál azért a legtöbbet. Úgy értem, mert hogy tehát a második levelnél háromszor be kell belelőni, utána egyszer későn, de ezt most elrontottam. Azért volt ilyen béna. Na, ugye itt egy futó. Természetesen Black Ops 2 zombiról is fogunk gameplayt csinálni. Na már most. Jó, gyorsan menjünk egyet tovább. Ups, nem vettem fegyvert, úgyhogy most az olcsóbbat tudom csak megvenni, az MP40-t, valószínű, igen. Persze 1000 kell hozzá, de már második levelen vagyunk. Ugye, te még csak második levelen vagyunk. És ugye itt a stakeout. Ho. Megy a menüzene. Tí-tí-tí-tí-tí-tí. Ó, sziasztok. Egy. Ez az, nincs ammo, nincs móka. Ó, level points. Így, né? Hol az utolsó? Á, szia! Na szóval... az újdonság egyébként az, hogy Xbox Live-on kijött a Medal of Honor Warfighters-nak a beta verziója. PS3-on még nem tudni, mikor várható ez. A bétával természetesen játszunk, és ezt nektek is megmutatjuk. Mi az, hogy mind a kettem? Bocsánat, Tony. Ja, Tony üzeni, hogy igen, Tony is játszik majd a Medal of Honor Warfighter-zel, és ő vele is láttok majd kritikusabb gameplayt, mint az enyém. Így szépen kifejezve, hogyha megfigyelitek, amit művelt néha, azért az eléggé durva volt a... No rounds, no wounds, no joy! Ja, valószínűleg eléggé negatív lesz majd Tonynak a hozzátartozó kritikája,
hiszen most említette, de ezt egyébként én tudtam is, hogy a Frostbite 2-vel nem tudott kibékülni, bármennyire is sikeres és jó volt ez maga a minőség. Valahogy nem érzi olyannak, hogy úgy, ahogy. Van egy-két dolog, amiben én se értek egyet, vagyis nem tetszik a Frostbite 2-ben, de természetesen van olyan, ami tetszik benne. Á, így kell végig darálni egy zombit. Na most ugye a Frostbite 2-ben ugye ez egy továbbfejlesztett verziója lesz. Amiről azt kell tudni, hogy igazán a legfontosabb részeknél a fényeknél és a fegyvereknél javítottak. Ups, ez egy rossz ötlet volt. Ez itt kinyitni, mert még nem tudom a következőt. Nem baj. Ja, azt gyorsan építünk. Ugye az a lényeg, hogy minél hamarabb építsük fel ezeket a helyeket. Különben bukta lesz. Szóval ugye ez a Frostbite 2-re ezt tudom elmondani. Akkor még annyit, nem tudom, említettem-e már. Most csak megerősítem magamba. Hoppá, insta kill. Ami ugye, ja, a zombik szoktak egyébként néha ilyen ilyeneket így elejteni. Ilyen pörköket, vagy nem pörkök, ezek különleges izék, ugye insta kill. Egy golyó, egy gyilés, bármilyen egy darab izéből már haldoklik a zombi. Ugye ezt itt kinyitom. És ott a térkép, tehát aki nem tudta volna, eddig itt a térkép. A világító lámpák majd az, hogy a ládikó az hol lesz. Felkapcsoljuk itt az áramot. Ugye így. Ez itt a teleport, ezzel lehet majd a Pekepunchhoz menni. A láda pont itt van. Illetve most, hogy felkapcsoljuk az áramot, most már a novások. Hát nem tudom pontosan mi a nevük, mert biztos van valami exakt nevük. Mi csak novásoknak szoktuk nevezni, de mindig amikor felrobban, akkor ilyen nova hadszerű gáz jön a kibelőlük. Na szóval ugye visszatérve, az az egy furcsaság, amit nem tudom, miért a Medal of Honor-hoz, Medal of Honor-ba miért jött elő, a Black Ops-ba miért nem. Nehogy leszek, pekepancsol, az ládázok. Tehát, hogy valahogy a fegyvereket, amikor mondjuk így a falhoz közelítjük, akkor a fegyver körül a Medal of Honor-ba valami furcsa árnyék, vagy mit tudom én mi lesz, ami, hát nem tudom, tehát ott teljesen úgy meg, jó, oké, itt közel megyek, nem látszik az, hogy 2D-s a fegyver, de, Reagan, Tony Reagan. Na szóval, ez az egyik legjobb fegyver, becélzod, lősz, az meg meghal. Egyszerűen ennyit tud ez a fegyver. És isteni, és elég sokáig egy lövésből öli a zombikat. Az újra töltése ilyen egyszerű. Ez egy alien puska. Közepén ugye, mint látható, egy ilyen red dot-szerű valamivel. És most egy zombit keresek. Itt van. Masíroz itt nekünk. Ugye itt a link pad. Tehát ez a linkpad kell ahhoz, hogy teleportáljunk. Megmutatom a körbefutást, ez még egy fontos dolog lesz a zombi részhez. Nem, először is a kutyákat mutatom meg. Nem, kutyák nem jönnek? Jó, azt hittem egy másodperce. Tehát ugye... akkor megmutatom a körbefutást, mi hogy szoktunk körbefutni. Ez egy eléggé... valaki itt helyben e körül szokott körbefutni, én azt így nem szeretem, mert sokszor a fegyvereket kihagyjuk. Most a legfontosabb perk egyébként, amit meg kéne venni, ez a Jungle Nog. 2500-ba kerül, és több életet ad, úgymond. Tehát gyakorlatilag nehezebben sérülsz. Na, ott egy Nova Six-es, ott az a pici volt. A régánál még annyit, hogy magad alán előj. Mert a régen, mint látható, robban, és hát ha magad alá robbantasz, ez természetesen sosem lesz pozitív eredmény. Vagyis, de pozitív lesz a zombikra nézve. Tehát ugye akkor hamarosan Modula Fanat Beta, na most a közeljövőben természetesen ugye még mint említettük, ugye az eddig is az 5-6 darab tekit, szépen lassan adagoljuk nektek.
Utána a másik fontos dolog. Egyébként a körbefutást csinálom, tehát csak még kevés a szint, csak az időnk lejár lassan, úgyhogy igazából erre kell körbefutni, mindig meg kéne várni, hogy a zombik jöjjenek, csak még annyira lassuk és annyira ízik. Na, itt egy Nova Six-es. És hogyha meghal, akkor így felrobbam. Mondom, felrobbam. Na, ez biztos felrobban. Ne szórakozzatok már! Na! Felrobban, persze ezzel... André, hát ugye régen nem robban fel. Ez viszont újdonság. Na, ugye így jönnek, ugye a körbefutásban. Na, megint lehet hallani. Ott az egy maximum. Ezelőtt érdemes lett volna újra tölteni. Így, és akkor ledaráljuk őket. Tehát Crysis 2 várható, illetve majd később februártól Crysis 3. Ugye a teleportot a kör alapján, azért jó ez a kör, na ez az atombomba. Ez ugye véget ad mindennek gyakorlatilag. Jó, hát az első szinteken ugye megnyomjuk a teleportot, így, ugye egyszerre ott, egyszer meg a körbefutásnál még ott. Akkor ugye itt vagyunk, itt lehet gránátot venni. Itt egyébként, mivel a zombik nem tudnak idejönni, érdemes ilyenkor kidobni, és akkor itt venni. Ez a Pekepunch, ezzel lehet fegyvert fejleszteni. Most még, mivel kisebb szintű vagyok, nem tudok. Ide majd be kell ebbe akkor filmeket mutat, hogyha felszedünk filmeket egyébként. Mindjárt megmutatom, honnan lehet filmeket felszedni. Látjátok, onnan jönnek a novások, onnan fölülre. Na, én nem megyek tovább. Na de... Így, és akkor szépen visszamegyünk a teleportba. És itt, ott látjátok azokat a filmeket, és akkor felszedtem, és akkor jobb alul írja, hogy van filmem. Tehát igazándiból akkor ez a... Ez, amit itt láthatotok, ez csak egy ilyen zombi bemutató volt, mert már nagyon ígértük, hogy mégiscsak hogy kell játszani, milyen pálya ez, körülbelül, úgyhogy... Akik láttátok, hallottátok. Sziasztok, arrivederci.